mert tényleg úgy érzem, hogy nekem nagyon-nagyon fontos része az életemnek az állandóan szerelmesnek lenni, és ezt lehet, hogy azt mondják sokan, hogy ez lehetetlen, de lehet ezt különböző hőfokon, vagy különböző fázisai vannak a szerelemnek, és annak mindig ott kell lenni a kapcsolatunkba ahhoz, hogy az még mindig működjön, és még mindig akarjuk, és szóba se kerülhessen semmiféle más opció az életben. És ugye, amikor nekem jött a nagy váltás, most már 29 évvel ezelőtt, akkor én viszont úgy tudtam nem szakítani, hanem elválni. Tehát a szakítást nem is használnám azt a szót, hanem elváltak a magánéleti útjaink, és mint sokan tudják, nagyon sokat dolgozunk azóta is az én volt férjemmel együtt, és én emberként a mai napig nagyon szeretem és tisztelem, és mi jól tudunk együtt lenni egy társaságban, akkor is és azóta is.